Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Rimworld folytatása. Az acélbarlangok menetünkkel. Lássuk a művészetet, vagy művészetet. Orvosi akciónkat. Lev egyébként jó orvos. Az az erős túlzás. Akár valc is lehetne az elkövetőnk. És akkor némileg biztosabbak lehetnénk abban, hogy összejön. Hát meglátjuk, kis szerencsével azért Levnek is sikerül. Na, és szintet is lépett belőle. Nem olyan rossz. Egy műszív. Az korlátosan hasznos. Mert ha a szív hiányzik, akkor tök mindegy. Az a baj, hogy a következő jobb technológiák, jobb művégtagok, azok igen-igen messze vannak még. A alkatrészgyártást, meg a multianalizátort, meg egyéb hasonlókat is ki kéne előfejleszteni, és utána megkezdhetnénk végre a... hogy hívják ott a fejlesztést a művégtagokon, a jobb művégtagokon. Úgyhogy azt hiszem, az egy picit még odév van, de azért apránként legalább ezt a egyen jobbat megszerzezzük. Ó, és az első ördögszövet elkészült. Ha más nem, az nagyon jó áron tud majd elkelni. Feltéve, ha nem hagyjuk elpusztulni idekin. Szerencsére a kutya behozza, ha más nem. Mert egyébként a emberkéink nem nagyon kapkodtak az ügyjel. Műtét lev. Ez kicsit korábban jöhetett volna, hogy őszinte legyek. Egyszerű műláb, készül a következő. Azt hiszem, azt egyébként speciál magának gyártja. Nem? Azt... A Dzsurának már megvan ugyanez a műláb. Akkor ezt Mitchnek készíti. Ezúttal, hát igazán befejezhetted volna, de mindegy, majd legközelebb a következő nap. Annyira nem kapkodunk vele, annyira nem szaladunk sehova. Hát ez egy pech volt, hogy nem jött össze, de hát így alakult. Kókler szakács, hát ez van. Azt nem tudom garantálni, hogy a képesség terén mindenki jó lesz. Oké. Ó, és megvan a két extra ágyunk. Gyura, szerintem te ezt javítsd meg. Az neked nem fog gondot okozni, ugye? Azt nem tudom, hogy hasznos-e, ha ilyen homokzsákot húzunk elé. Ez minek számít? Acélbarikád. De azért húzunk. Hát, ha más nem annyiban segít, hogy egy kicsit, azt hiszem, mint fedezék nem tudja használni az ágyú, de az azért megeshet, hogy egyszerűen belelőnek. Úgyhogy azért egy picit segít, nem sokat, de egy picit segít. Azt hiszem. És az összes segítség azért hasznos a védelmi eszközöknél. Ezt azért nem tagadjuk. Jó, azt hiszem egyébként a következő ilyen előléptetés az simán mehetne. Úgyhogy fussuk le.
Hát, ha menni fog. De ha jól látom, semmi akadály nincsen. És azért az egyel nagyobb pszichobogyó az azért segítene. Meg hova és mire jöttök? Azt hiszem ők a rituálénk előadói. Oké. 74% minőség. Ennél jobb nem lesz. Úgyhogy akkor hajrá! Kezdjük meg a mutatványt. Most alapvetően jó helyzetben vagyunk, és azzal nyerünk egy kis előlépést, egy kis minőséget. Szerencsével akár egy jó képességet kap. Ó, és... két extra pöttyöt kaptunk. Az nem rossz. Mit kaptál képességben? Szerelem szava. Oké. Hát, korlátos. Jó, rá tudok venni bárkit arra, hogy partner legyen, de hát yeah, mekkora program. Engedélyválasztás. Acélszállítmány, munkáscsapat, ezüstszállítmány, dróncsapás. Szállító kapszula. Az így nem hangzik rosszul. Janicsároztakhoz jobb szint kell. Katafrakta. Ouch. Munkás banda. Yeah. Ez jó kérdés. Legyen ez. Nem tudom, hogy jó-e, ha majd használjuk, de miért ne? Ha nem felejtjük el, hogy vannak ilyen képességeink, akkor ha kellően nagy gubancba vagyunk, akkor hajrá! Enyhe összeomlás, stb. Majd kiderül, hogy hogy fog alakulni az a mechanoid program. Bár valószínűleg úgy lesz egyébként a vége, hogy hopp, oké, okay, elkészült egy újabb műláb, akkor azt hiszem Mitch, a jobb lábadat megkapod. Egyszerű műláb a jobb lábba. Oké. Okay. És Waltz legyen a műtőnk, mert ő a jó műtőnk. Jura, neked mi a bajod? Úgy azon kívül, hogy mindig minden. Nappal ébren van az éjszakai. Hát... ja igen. Hú, az brutális. 22 nap meg 27 napig az elválás miatt.
De hát most az nem rajta múlott. Ebből ne csináljatok problémát, hogy olyasmit, amit ti döntöttetek saját magatok. Az úgy azért nem mókás. Az annyira nem vicces, hogy bezizzensz azért, mert saját magad csináltál valami problémát. Na mindegy. Jön a következő. A műfülön egyébként már dolgoznak, kettő munka van hátra belőle. Akár ennyi erővel egyébként a vadászpuskát is megcsinálhatnák. Mert mindegy. Ja, hogy alszik, azért nem tudunk ott rendeződni. Hát sokat nem rendeződött egyébként a helyzet. Rosszul aludt, hát ez be. Az rajtad áll abszolút. Az nem az én problémám, hogy jól vagy rosszul alszol. Ismét. Annyi úgy mondjam. Na mindegy. Legyen így. Vesszetek össze. És ebből legyenek gubancaink. Hónapokig. Az nem egy egyszerű probléma. Jó, viszont ha ilyen viszonylag sok ágyút tudunk üzemeltetni, akkor az azért nem hangzik rosszul. Hogy őszinte legyek. Oké. Mesterlövészünk előrébb halad. Az mindig jó hír. Egy picit. És hogy áll? Kiválóan. Több, mint kiválóan. Négy opcióból választhat. Következő szinten 6 opcióból. Tizedik életévébe fog fejlődni, hát akár még elérheti a következő szintet. Napi 3-at fejlődik. Ho-ho-ho-ho-ho. Gyorsan szedjétek le innen a tetőket, mielőtt ebből komolyabb probléma lesz, mert jó egy-két palatömböt elvesztünk, az kellemetlen. Ennél komolyabb veszteségünk van, és akkor az tényleg probléma. Ebből lehetett volna csúnya. Csúnya lépés. Ebből bizony lehetett volna nagyon csúnya. Jó, és akkor ez most majd lesz, ahogy lesz. Közben bontsák el a további falakat. Szerezzük vissza az uránt. Bontsa el a következő tételt, hát a padlót azt ott hagyjuk. Törvényen kívüli táborhely. Jó lehetne zargatni egy karavánt. Tábori zsákmány, hát ja. Óriás LCD TV. Nem különösebben vonz, hogy őszinte legyek. Jó, és akkor... ez legyen olyan, amilyennek akarjátok. Ó, megkezdik a javítgatást végre. Akkor azt hiszem végére értünk az összes cuccunknak, amit kell, és akkor megkezdik végre itt a falak és egyebek javítását, ennek örülök.
nem volt egyszerű munka mindenben letudni az ügyeket, de akkor aztán végére értünk a gondoknak végre. Azt a néhány padlót majd nyilván még építik sorba. Mi egy év takarítás rendezve van. Kutatás az nem szágult. Jó, mondjuk egy elég hosszú zongorán küszködünk most. Az nem egy egyszerű mutatvány. Az nem csak úgy elkészül. Jó, műláb, mert a többi az megvan. Meg főleg haszontalan. Ja, a hüvelyk ujjjel nem kapsz végtagot, de neked van egy jobb lábad, amire kaphatsz egy egyszerű jobb lábat. Jobb láb, jobb láb. Két jobb láb. Na, ennek az előnye, hogy Lev magát nem tudja műteni. Talán. Valc. Hajrá. És akkor tényleg megkapta mindenki a lábát. Valc alapvetően nem fogja elszúrni szerintem ezt a műtétet. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. És ezzel azért eléggé előrébb jutottunk, úgy érzem. Van-e még értelme? Jó, verse az jó lenne pótlásra. Hát azért egy bal kezet lecserélni egy kis ujjér meg egy kis sérülésért, az nem. Újabb új. A szem kéne, de egy ujjacskáért nem. Egy orr. Tudunk neki adni valami műjobort? Nem. Tüdőt be lehetne gyűjteni. Ha tényleg a legközelebbi esetleges áldozatból tudunk majd szerezni egy vesét. Jut eszembe. Ha úgy alakul, vagy vehetünk, ha arra jár majd egy kereskedő. Talán. Valc. Jó, hát így jártunk. Végül is 4 vagy 5 műtétből egyet szúrt el. Nem jó, de azért nem olyan rossz arány, ennél rosszabb is lehetett volna. Gubia halad. Gubia. Ja, hogy kéne mindenféle cuccot készíteni a gyereknek. Ebben van valami. Akkor készítsünk egy ilyen gyerekketrecet. Azt hiszem van 25 jádénk, akkor ne aprózzuk el, legyen jádéból, mert miért ne. Aztán mi kell még neki? Kapjon egy acélalkat játékszert, meg egy másik acéljátékszert. Jó. Mi kellene még? Kaja. Oké. Legyen addig, amíg van. Hát mondjuk 4, tehát egy ilyen gyerekkaját készítsen. Hát abból, amiből tudod. Azt most nem fogjuk megkötni, hogy miből gyártod. És akkor lesz kaja. Úgyis hűteni tudjuk, úgyhogy nem érdekes. Legrosszabb esetben nem használjuk, vagy valami ilyesmi.
Jó. Akkor készüljünk fel a új tagra. Ha úgy látom, így fogjuk növeszteni a bázist, hogy megszűjjük az utódot. Egyébként ezt majd érdemes lehet átgondolni egy későbbi menetre, ahol direkt így működünk, hogy néhány párral dolgozunk, és csak az utódokat, a természetes utódokat használjuk. Hogy úgy haladjunk. Ha majd egyszer ez véget ér, nem tudom, meddig fogunk menni. Hát a... Hogy hívják? Igazából a technikát azt végig szeretném vinni itt a végéig, művégtagokra, meg mi egyebekre, meg a arkogenetika és vidékére, hogy onnan tudjunk szerezni további szörnyűséges dolgokat, meg nyilván jobb páncélok, jobb fegyverek, stb., és akkor egy kicsit egyszerűbb az egész. Még mindig 10 fok van odakint, tehát abszolút pozitíva, és mindjárt kezdődik a tél. Abszolút pozitív az a mínusz 10 fok, amit a gépszörnyeink hoznak. Abszolút nincs okunk arra, hogy azt visszavegyük. Jó, miután télnek nem szándékozok odaadni fegyvert, vegyük ki a vadászból, és akkor leesik ez a sikongatás, hogy nincs fegyvere. Mert egyébként nem tűri a helyzetet. No, se kereskedő, se senki nem jött egyébként egy ideje. Hát, így jártunk. Oké, hogy állnak ezek a cuccok? Egyenlőre sehogy. Az acél cuccokhoz legalább meghozták az acélt. Legalábbis. Kereskedő karaván. No, itt most hiányoltam, hogy nincs karaván. Most jött egy. Ennek örülök. Lássuk, mit kaptunk. Mit tudunk szerezni. Hú, Gubia, nem vagy egy száguldó állapotba. Úgy látom, kimondottan lassú vagy. Kacsák. Azok az én kacsáim. Akarunk-e tehénkéket? További tejnek nem rossz, de mondjuk annyira nem kell, hogy őszinte legyek. Jó, a bumalópjaink szaporodnak. De valószínűleg a többletet el fogjuk adni majd. Alkatrész, azt megvettük. Fejlett algatrészt majd átgondoljuk. Van néhány szuper gyógyszeretek, mégis miért ne, semmibe nem kerül. Van-e valami hasznos, amit el akarsz? Műszaki leírás. Ó! Egy ezresért, és ez jónak tűnik. Annyira nem. Fúrókéz, erőkéz meg, ha jól emlékszem, a Field Hand az a földművességbe segít. Mindegy, megvesszük. Oké. Jobb. Egy hasznos beültetés, az tetszik. Az kemény fegyverek lennének. Hát ennyi pénzem nincsen, főleg nem tudom, hogy miből fizetném ki. Már így is 3000-et kéne. Fát vesznek, mondjuk. Szóval vagy fogalmam sincs, hogy mit vesztek, ami hasznos. Amire azt tudom mondani, hogy oké. Acél, plasztac, komló. Jó, ezt odaadjuk, mert ez biztos nem kell. Még kéne 1300. Az már így nem olyan rossz. Uránt lepasszoljuk akkor. Szövet.
Szerintem azt is odaadjuk úgy, ahogy van. Na, és akkor már nem is olyan rossz a helyzet. 200-ért meg jók vagyunk. És akkor el lehet gondolkodni, hogy esetleg veszünk-e még valamit. Egy eltex csuha, az nem hangzik rosszul. Az segít ugye a pszichocuccokon. Eltex bot. Nem annyira. Ja, hogy az egy sisak, az nem hasznos akkor nekünk. Hát ez 2000-be kerülne, majdnem 3000-be ez a jó minőségű energialányzsa. Pedig az nem egy rossz csúzli. Ez se. Nem. Majd egyszer, majd később. Oké. Aztán... ki a kutatónk? Gubia. Old meg ezt a bogyót, vidd be. Az úgy érzem belefér. Ezzel egyúttal kap egy csomó TP-t, nem nagyon érdekes. És akkor Gubiának odaadjuk ezt a... hogy hívják ott? A mentális olvasót. Egyenesen az agyába ültetjük be. Az tök jó lesz majd, ha azt elszúrja nekünk valaki azt a műtétet. Azért, hogy ezt ne szúrják el, azért engedélyezzük a szuper drága gyógyszert. Levzavarodott. Hát jó, így járt. Ő így járt. Oké, Valc. Lelkesen ültes be. Megkapod a lehetőséget a szuper gyógyszerre. Mert megérdemled. Csak ezt ne szúrd el. Mert közvetlen az agyába turkálsz, és az egy kicsit kellemetlen lenne. Meg lehet, hogy a terhességének se tenne jót. Oké. Diplomácia 50%, alku 10%. Nem rossz, nem rossz. Kibernetikus társaságunk fejlődgetik. Halad előre, nem száguldunk, mert iszonyú drágák ezek, mint látható. Jura, jó, hát... mondom, továbbra is azzal a mínusz 300 milliárddal küzdködünk. Ez még egy további, egy teljes alkalom lesz körülbelül, amíg elmúlik. Vagy, ne, vagy még több inkább. 20 napos büntikörök. Az úgy azért elég csúnya. Az úgy azért elég csúnya. Lev pedig lassan meggyógyultál volna. Lassan meggyógyultál volna. Ja, a kritikusból legalább kimászott. Jó, és akkor azt hiszem lassan itt készül a következő sör, ami azt jelenti, hogy akkor kicsit jobban állunk majd. Nem sokkal, de egy picit. Ó, 40 gyerekkaja. Akkor azt hiszem itt valamelyik egy kicsit tovább is ment, mint amennyit akartunk, de mindegy. 41 csak gyerekkaja, az se fog ártani. Akármennyi is van éppen. Hogy úgy mondjam, mindegyik belefér. Oké. Okay.
takarítsák be, amit lehet. Hát az, ami itt a sötétben van, az nem fog fejlődni. Azt tudjuk, hogy nem annyira fog fejlődni. Az így járt. Padlót nem annyira erőlködnek, bár azt hiszem most ugye a gond az, hogy a pala az, ami a folyamat. Ó, tehát Gubia még nem csinál semmit, Lev meg zizzent. Azonnal támadnak. Azonnal támadnak. Ó! Remek! Ez kiváló. Na ennyit arról, hogy nem lesznek itt problémáink. Oké. Okay. Ja, először szétvernek gondosan mindent. Mert. Sutyok. És sipírsz egy nagyon-nagyon gyorsan nekem onnan. Mielőtt szétvernek a állatok. Tűz. Jó, mondjuk szerencsére így az ajtóban állsz. Azt ha nem is jó, de nem is rossz. Valamelyik itt gránáttal bohóckodik? Nyalajás disznók. Oké, menekülnek. Jó. Waltz, te mehetsz. Markik mehetsz. Jura. Mitch. Navar. Meg Mister. Hát akkor igazából ti is mehettek. Ennyire van bajban. Nagyon nagy bajban. Akár ki is nyithatnánk, de hát most meg fogjuk nézni, hogy szétverik, aztán majd a... Mi lenne, Mister, ha inkább megmentenéd est? Tudom, nem olyan vicces, mint... Mint. És igen, az egyik repeszgránáttal kóricált itt. Jó. Squiggly mennyire van bajba? 6 óra. Az a baj, hogy mindenki legalább ilyen nagy bajban van. Oké. Okay. Jó, Mister dolgozik. Gubia, te visszakerülsz a rendes eszközökre. Először est, mert ő a leggyengébb, valószínűleg mind gyerek. Jó, alakul. Nincs közvetlen veszélybe, 15 óra, egy újabb kis új mínusz, remek, vagy mutató új. Ó, neki jobb kéz, meg jobb ujjak. Ha, remek. Lassan készül itt egy manőver. Ó, egy nyak. Fincsi kis nyak. Azt nem tudjuk pótolni.
azt sajnos nem tudjuk pótolni, úgyhogy azzal azért óvatosan csak. Uránkés, acélkés. Semmi komoly fegyverzet nem volt. Egy, vedd köztes le, ha már itt vagy. Fogd el. Szintén, ha már itt vagy. Négy óra. Ha sorra kerül, sorra kerül. Alapvetően olyan nagyon nem fogok küzdködni érte. Többségnek nincs nagy problémája. Markik nem vészes, Zsura rendben van. Az se látva. Ja. Súlyos betegség, Swigli. Ja. De már ellátják. Nem érdemli meg, de ellátják. Oké, úgy emlékszem volt egy vesséd, egy fölösleges vesséd. Én úgy láttam. Mondjuk egy jobb vesét. Nem mintha számítana, mert nem látjuk egyiket sem, mint sérült. És erre való tekintettel, hogy az meglegyen, ott kapsz egy rendeset, mert az, ha jól emlékszem, Gubiának kellett. Igen. És úgy érzem, hogy az ő veségéért érdemes egy kicsit dolgozni. Azért érdemes egy kicsit dolgozni, bár úgy látom, csak egy gagyi gyógyszert hoz. Na lássuk, Lev, mennyire vagy jó vesegyűjtő. Ha, semmi. Nem a műtétre mentek? Na mindegy, akkor még jobb. Oké, S gyugrott, helyes. Hármat választhat. Hát a földműves legyen dupla, az mindig jó. Kézművesség nem fog ártani. Ez jó kérdés utána. Az egy jó kérdés, hogy a többiből mit akarunk. De mondjuk egy főzés, az sosem fog ártani. A szellemi munka nem, inkább bányászat. Jó, és egyet választhatunk. Pessimista az nem jó. Egyedül akar lenni, gyáva nem jó. Gondos célzó, vagy semmi, az se rossz egyébként. Azt hiszem a gondos célzó lesz. Annyira nem jó egyébként, mert ugye ha elég jó harci tudása lesz, akkor nem hasznos valójában, de nem rossz addig, amíg azt el nem érjük, hogy nagyon jó képessége legyen, addig hasznos. Jó, hát az egyetlen gond, hogy egy jó minőségű ágyat és mi egyebet szobát csúnyán szétvertek, annak nem örülök, na. Na, hát innen fogjuk folytatni, mára ennyi.